Nézzétek meg, itt az új telefonom. Rajta a hátul a kis Google logó. Rettenetesen jó. Na! Majd én felvedítelek. Igen, képzétek el. Onnan a sztorit. Hörmi megkeresett. És lényegében azt mondta, hogy olvasok belőle, hogy mit mondott. Hörbi. Előzetesen figyelmeztetett engem. Távolítsam el a jogait sértő videókat. Az üzleti tevékenységét károsítom. Hitelt rontok, rágalmazok. Hörbi. Szép napot mindenkinek, mert nem a legszebb. Mindenkinek ajánlom a figyelmét, mondjuk a Twitch-es YouTube csatornáját. Alakulnak a dolgok. Herbertünk, ez elköltötte a pénzének a maradékát így hó végén, az bátor vállalkozás. Elköltötte a pénzének a maradékát hó végén a Hörbi? Ügyvédhez fordult. Nem tudom, ebből annyi jött ki egyenlőre, hogy írt egy levelet a Manninak, hogy távolíts el a jogsértő tartalmat. Nem tudom, melyik tartalom jogsértő. Valószínűleg egyik sem. Kárgátjuk. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a Twitch-es YouTube csatornát. Ez shoutoutot engem konkrétan az ember, aki a Herbiről csinálja videókat. Herbertünk pedig a maradék 11 ezer forintjáért gyorsan elfutott az ATM-hez. 11 ezer forintot, a maradékot, ami kajára ment volna, elkölti ügyvédre, meg azért, hogy letöröltesse a videómat. Akkor hétfőig kell valószínűleg várnia, hogy újabb pénzért kezdjen a YouTube-tól. Aminek ja. Egy részével majd valószínűleg mennie is kell a könyvelőhöz. Szóval az egésszel konkrétan mennie kell a könyvelőhöz. Az vicces lesz, hogyha ilyen jogi költségekbe is belevezéni magát. Nem nagyon látom, hogy hogy nyerne bármiben is. Azt én sem mondjuk. De mindegy. Nem hiszem el azt, hogy a Hörbi... Nem hiszem azt, hogy elmenne. Egyszer mondta, hogy már feljelentett engem, és hogy a rendőrségtől kapott vissza papírokat, amiben ugye rólam van szó. De ezt nem mutatta meg, és én nem kaptam papírt, semmit, engem nem hívtak, szóval valószínűleg ez is egy nagy kamu, hát nem tudom, ezek után nem fogom elhinni azt, amit ő írt nekem e-mailbe, hogy töröljem le a videót, mert ő beszél az ügyvédjével, meg hogy izé jogsértő, meg hitelrontás, meg hogy ő ügyfeleket veszít. Ember, hány ügyfeledről tudsz papírt mutatni, hogy veszítetted őket? Papíron egy ügyfeled se volt még soha több, mint valószínű, szóval. Meg mi számít ügyfélnek? Most nekem az ügyfeleim azok a izék, akik néznek? Aki fel van iratkozva, vagy mi a f***om? Folytatódjon a Hogyan Ne sorozat adózás. Itt is van egy könyvelő, de azért fogok majd mindig rollerrel menni a Lidli mögötti utcába. Mert az nő. Másik, azért megy ahhoz a könyvelőhöz, mert nő. Hát, jobb azokkal beszélgetni. Illatuk is jobb. Meg a szempillaspiráljuk is. A szempillaspiráljuk jól néz ki a könyvelőnek. Milyen könyvelő látott a Lidl mögötti utcában? Mondja, ezt el kellene küldeni ennek a könyvelőnek. Sümeg, Lidl mögötti utca. Nézzétek meg, hogy ott milyen könyvelők vannak. Küldjük el neki ezt a videót. Más adózási rendszerem lesz, mint ugyanaz a rendszer, csak több. Kipróbálom ezt a B-betűs honlapot. B-betűs honlap. Most ilyen A60-as papírok, meg A-fás számla utólag. Ugye, mert most a külföldivel is külön a közösségi adót számra. Azt ugye 48 darab papírról lesz szó, mert 3 év, 12 hónapja. Meg még ez az, vagy... Jól elhúzódott ez az adó ellenőrzés, reméljük a legjobbakat. Figyeljetek srácok, ez egy őszinte videó lesz, jó? Szeretnék erről az egészről beszélni, ami a napokban történt. Mivel azért indítottam live-ot, mivel mindig azt mondtátok, hogy soha nem lesz olyan, hogy meg fogom mutatni, kamuzok mindig, és meg szerettem volna mondani, hogy igenis meg tudom csinálni, és meg fogom csinálni. Alexát utánoztam, és próbáltam volna bebizonyítani, hogy én is tudok ilyet, és hogy igenis meg fogom mutatni, hogy nem kamuzok. Most komolyan ez megmutatja, most tényleg annyi volt az egésznek a lényeg, hogy ő meg akarta mutatni, hogy ő tényleg le tudsz egy azt. Szerintem bárki le tudsz egy azt. Sajnos tudjátok, nekem az életben nem sok mindenki mondta meg azt, hogy mit, hogyan és miért, és hogy mi helyes és mi nem.
Mivel tudjátok jól, hogy milyen körülmények közt nőttem fel, nevelőszülőknél, ugye erre gondolok, nem volt senki, aki ezt az utat, ezt a gondolkodási módot, ezt az egészet elmagyarázza, hogy mi helyes, mi nem helyes, mit szabad, mit nem szabad. Jaj, most komolyan ráfogja a szüleire, hogy nem lett neki megtanítva, hogy mi helyes. És kerültem az életben nagyon sokszor padlóra és olyan helyzetbe, amit nem tudtam megoldani. Igen, ez az önsajnáltatás. Jajjaj. Szerintem menjen az X-faktorba amúgy, ezzel a life story-val. Norina lower, b***z meg. Mert szükségem lett volna egy szülőre, egy tanácsra, amit ugye sajnos már nem kaphatok meg. Majd részesebben elmondom Instagram story-ba, hogy miről is beszélek, hogy miket vesztettem el ez miatt. Szponzorációról is beszélek, illetve másról is beszélek. Szponzort. Elvesztette a szponzort emiatt. Ezen meglepődött, hogy elveszt egy szponzort azért, mert lett egy f***t élő adásba. Hát ez nem plot twist. Ez egyik következik a másikban. Ez egyértelmű volt, hogy ez fog történni. Instagram Princess Norina, 169 ezer követni van. Az az Instagram fiókom. Ott kint lesz minden. Köszönöm, ha végignézted, és... Azért a promó az megy. Persze, végére kellett a promó, hogy majd az Instán kövessétek be, és akkor majd oda mindent kiteszek, és kiírom. Igen, konkrétan csak önsajnáltatás az egész. Egy Ajaj. Pillanatig sem szeretném sajnáltatni magam, de barhonnan is nezzük. Jaj, ne! Az őszintén megmondva, eléggé sok negatív kritika élt a elmúlt időben engem és a karrieremet is. A mai videóban 30 óráig az utcán fog lenni. Kaja, pénz, telefon nélkül. Miért ment el ez a hülye galamba múlj? Hát, ezek... Meg akartál enni szegény galambot. A Pesten így jönnek oda hozzád így. Mindegy, nem szabad feladni. Nem... Az összes hajléktalan ezt szokta csinálni amúgy, hogy galambokat kerget, hogy megegye őket. Az egész videót úgy akartam leforgatni, hogy nem veszem fel a kabátot, de hát egyszerűen nem lehetett bírni, annyira hideg van. Szóval szétfagyott a p***am, de utána pedig ez történt. Én adnék nekik pénzt, hogyha ott elsétálnék, pont. Egy ezresen megszállom. Na, ad neki pénzt ő, milyen jó fej. Az megvan, hogy ezt, amit most beledobott, ez a egész éves YouTube bevétel. Sőt, a duplája. Olyan videókat akarok csinálni, hogy Mr. Beast segítsen valaki. Valaki segített neki. 140 forintot. 1000 forintot adott neki. Egy ezerest odaadott. Egy ezerest. Ez kemény. Miért adná ezeret valaki ezért? Have a nice day. Meg kellett nézni a csatornát, külföldiek adtak neki egy kölyök youtuber, mi a fasz? Cukik voltak amúgy. Az a bajom, hogy angolul nem tudok, érted? Nem tud angolul, yikes. Te sok be, odaadom neki, azt mondja, hogy that's you? Adom, yes, that's you. Skill issue, amúgy skill issue. Az nem jó, hogyha valakinek az a perkje, hogy tud angolul, mert az alap kéne legyen. Szerintem. Áttelepettem egy másik helyre, és elkezdődött a hosszas várakozás. Nagyon sokan mentek el mellettem, még rám sem néztek. Lehet, hogy a felirat miatt van, de mindegy, akkor is értitek, ott ülök. Mondjuk hazugságot nem nagyon írtak. Még a csóró rész az hazugság, de... Ja, hogyha csak annyit írtak volna a táblára, hogy youtuber vagyok. Sétáljunk egy nagyot, és nézzünk szét a városban. Tessék Balázs, jó sétát. Köszönöm. Megynek sétálni, jó lesz. Hát amúgy eddig ebben 6 percben olyan túl sok dolog nem történt. Így a mai világban olyan kisgyerekek vannak, akiknek az agyuk az ugye annyira szét van b***va a TikTokkal, és olyan sok dolog megy bele az agyukba mindig. Hogyan bírják végignézni a tesók videókat? Mert ez még nincs is olyan jól megvágva, hogy azt mondjam rá, hogy hú, de érdekes mondjuk, vagy hogy ugrálna a videó, vagy érted? Semmi. Semmi pozitív nincs benne, amit így el tudnék mondani, ha mondjuk 6 éves lennék. Nem nézném végig, szerintem unnám. Adjak szappant, Balázs! Az nem kell! Hát ebben sem fogok megmosokodni. Büdös, mint a... Fú, de vas íze van! Fú, meg jég! Annyira fura, hogy ezt ők kaják megcsinálják, és ott vannak, és én nem tudom elképzelni, hogy én is ott lennék mondjuk mellettük, és ezt így csinálják mellettem. Ez olyan szinte szürreális kategória. Számomra. Nem tudom, hogy miért. Ez is valami. Hoppá! A change-eket lopja. What the f***? Ez működik. Big money, big money. Ő tette oda. Ja, amúgy ez simán benne majd ők tették oda. Amúgy ez elég gány videókat szoktak csinálni amúgy is, szóval teljesen lehetséges. Boldog születésnapot Budapest, kösz. Ezt nem úgy adnám, én is lennék amúgy egy napig hajléktalan simán. Kéne ilyen challenge, hogy ki tud tovább hajléktalan maradni. Ezt csináljátok meg, tesók. Ezt én kérem, ez egy speciális kérés. Kérésem felétek. Megcsinálom veletek, megyek én leszek a harmadik tesó. Hogy a kamillát ne kínozzuk.
Egészségedre. Ezért tényleg. Megérte, most... megérte hozzá. Tényleg, tényleg. Szeretlek, tényleg. Köszönöm. Tényleg. Ja, hát, mire valóak a jó barátok? És most ezt kajak elhiszi oda, hogy csak egy kiftit evett egész nap, tuti evett ott mást is. Kiosztunk pár ajándékcsomagot, illetve kaját. Na jó utat, Balázs. De még nem. Visszafelé is buszoznom kéne? Hát nem. Na cső. Visszafelé is buszozik. Ez tuti vissza, tuti visszafele fixen nem buszozott. Jól esett nézni, hogy odaadod neki. Nekem az... Jól esett nézni, hogy odaadod neki. Ne sírjatok, volt srácok. Fura, azért ható. Kemények vagytok. Ezt adom. Ez az. Spread the kindness. Spread the kindness, ezt adom. Ilyet amúgy én is csinálnék, de nem videóba vágod, hanem csak úgy alapból. Milyen jó fejek ezek a tesók, hogy ők adományoznak minden videóban mostanában. Minden videóba kell adományozni egy kicsit, és akkor tök jó lesz. Legalább adományoznak. Hát adományozhatnak nekem is. Ennyi erőből. És akkor megmondom, hogy milyen jó a csatornájuk. És ugyanaz lesz a végeredmény. A videó kedvéért csinálják, hogy példán kutassanak, de a videón kívül k***a más. Én nem tudom, hogy ők mennyit adományoznak a videón kívül. Biztos rengeteget. Játsz visszafele, mikor odaadja az ajándékot. Ja igen, és úgy rakom fel YouTube-ra. Megmondom, hogy milyen rosszak. A tesók elvette az ajándékot a hajléktalantól. Hú, de jó volt ez. Akkor érkeztek meg még plusz két ember zsugorvízzel, meg szatyor ellátmánnyal, mikor én az utolsó adagot hoztam ki. No offense, de a hajléktalanok miért érzik úgy, hogy az embereknek kötelességük segíteni nekik? Szerintem nem érzik úgy egyáltalán, hogy kötelességük lenne. Jól esik nekik, vágod. De nem tudom, biztos, hogy van olyan is amúgy, aki ezt így próbálja felhasználni, hogy én hajléktalan vagyok, és akkor azért adjál, mert csak azért, mert hajléktalan vagyok. Nem tudom, de szerintem ne általánosíts ennyire. Felesleges. Na csőbe, de légy szíves, gyertek értem. Ennyi volt? Aha. És most hol tartózkodsz éppen? Ugyanígy itt a Gellérten. Nem bírom tovább, szétfagy a lábam, komolyan mondom. Wow, nem bírta ki. Ilyen nehéz egy hajléktalannak, látjátok? Figyelj, egy ilyen másfél óra múlva tudunk lenni. Elmentek a p***ába bele. Jó, van, meg beszélgetünk, meg ilyenek. Ja, vágom. A klíma alatt be van kapcsolva, közben a radiátor is megy maxon. Már hiszen... Gyertek már, légy szíves, értem. Jó van. Mekkora kóziba vágta magát az arcam úgy. Így, nem sikerült. Nem tudtam összehozni ezt a... Kis kényelmes. 30 órát, sőt még 24 órát se tudtam összehozni. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.